augusztusban 16%-os volt az infláció az előző évhez képest. Leginkább az élelmiszerek ára drágult, ezen belül is a kenyéré 65%-kal, így a tavalyi árból most már nem tudnánk egy kilót megvenni, csak 60 dekát. A tojásnak az ára is hasonlóan megemelkedett. A tavalyi 10 darab helyett most már csak 7 darabra futna. Ezen felül megnéztük más alapvető élelmiszereknek az árváltozását is. Hogyha kíváncsi vagy a részletekre, akkor olvasd el a cikkünket a témáról.